Aha, 25 az már jó lesz. Az a gond, hogy itt nincs ID. Várjál, kilépek, mert... Ja, várjál, itt van. Hát nagybetűvel, MQ... 36... 20... 3. Kent. Miért nem? De befrissítetted az RBO-t? Mert ahogy jöttek hozzá kifrissítése. Engedély az, hogy nyilvánok és magánhálózatok hozzáférjenek ez az alkalmazáshoz. De nem mondtad, baszd meg, hogy szóköz kell közötte. Ja, igen, szóköz. Azt hittem, hogy alapvetőleg úgy csinálja. Na várjál, és akkor engedélyezni kell ez a tűzfalat? Persze, hogy engedélyezni kell, hát akkor nem fog működni. Jó, van, engedélyezzük. Hát bazeg, örülök neki, ha 60... Ó, itt vagy. Az a neved, hogy Nona. De... Hallod? Így forgasd a kamerát? Mármint csak így néz... Igen, valami lámpa nő ki a fejedből. Amúgy igen, és így rendesen mozog. Mozog az az izé. Tehát egy rendesen, hogy mozog az az izé. Várjátok, de nekem nagyon nem tetszik ez a 60 FPS. Valamit intézni kell. Ó, bazeg. Kicsit optimalizálatlan a játék. Semmi baj. Na, és a feladatunk az, hogy ki kell választani egy, hát ezek közül egy szerepet, amit ugye betöltesz. Tehát ugye vagy a védelmező, vagy a, úgymond a házban lévő dolgokat ugye megvéded, meg ilyen csapdákat teszel le, meg ilyesmi. Van az intruder, az pedig ugye, hát nyilvánvalóan el kell lopnom a dolgokat. Hát ez van. És akkor control, server only, tehát hogy be lehet állítani a napot. Tehát numerikus egyel van nap. De világos vad. Num 2-vel van az evening. Hát ami most volt. Igen. Num 3-mal van a night. És akkor a duration pedig a... numerikus plusz, illetve minusszal. Ez most nem nagyon akar működni. Nem tudom, mi az a duráció. Hát azt gondolom, milyen gyors, milyen sokáig tartsa az éjszaka meg a nappal váltakozás, nem tudom. Na hát ez egyelőre nem működik, úgyhogy... Nem a sessionnek az izéje tartalma. Milyen sokáig tartsa. Ja, ott van! Ja tényleg, itt mozog. Meddig tartson egy ilyen session? Legyen 2 perc. Ja, úgyhogy több gémet játszunk, és akkor úgy... Nem lehet 120-at beállítani. Ja, 120 perc! Júj! Annyit azért nem? Hát nem tudom. Hát mondjuk legyen 2 perc, tehát hogy 2 perc... Az a gond, hogy ugye ott van, hogy... Jó, ott lehet állítani, hogy mennyi legyen az adott cucc, amit el kelljen lopni. Jól van. Steel goal, hát azt lejjebb... Jó. És akkor steel goal, és akkor ott van, hogy az alt és a numerikus mínusz, szóval le lehet lejjebb venni, hogy mennyit akarsz lopni. És mi a budget, az, hogy mennyit ér az a cucc, amit el kell lopni? Hát jó, legyen ez 10 000, a budget meg mondjuk legyen úgy. Ez így gondolom megáll. Hát először csináljuk azt, hogy mindegyikünk egy másik szerepben van, és akkor a végén meg együtt. Aha, legyél először te a protektori, meg akkor leszek az intruder. És akkor elvileg van olyan, hogy... F to place, F to hold, to throw, és akkor right mouse buttonnel... Én X-elek! X! X! Did you know you can board up vents, so protector cannot use them? Várjál most inni. És akkor press the enter. Ja, press the enter. Várjál, és akkor megnyomom az entert. Ó! Oh.
És akkor bedob egy olyat, hogy buy clothes and items, meg ott van modify clothes to enchants. Hát szerintem se, de elvileg lehet vásárolni dolgokat. Van 5000 dolg. Ja, hogy a budget az az, hogy nálad mennyi pénz legyen. Ó, értem. Na várjál, akkor még nem indítjuk a gémet. Várjál, press ready when new play. De nem, akkor hogy lehet kilépni? Na gondolom már sehogyan. Na mindegy, akkor... hát nem tudom, mit érdemes vásárolni. Vannak eladó, te... Ó, megvettem egy flashlightot. Jó, megvettem egy flashlightot. Winter hat, helmet, jacket, sweater. Ja, ott van, your game will start. Ja, hogy már van egy timer, hogyha ugye beafkolsz, akkor van egy timer. Hát, és hol a ready? Ja, press ready. Hol a ready? Ja. Ó. Ó, de világos vagy te! Azt mondja, general advice is time to catch push or throw items to some players that approach the catch. Anyone can catch or be caught anywhere. Backpack when players go... Ja, először ugye... Ez hogy kell kinyitni? Aha. Steal more. Steal 9810 more to escape. Jó, hogy már fél perccel is telt? Akkor behatolunk a házba. De szar ez a izé. Fú, mi ez a ragacs itt? Várj, itt van egy kamera. Szét lehet barmolni a kamerát? Várjál. És próbálok bedörömbölni hozzád. De ez nem működik. Jó van akkor. Mi a passzom ez a... Ó. De mi ez a... Megy a tévé valahol. De hogy lehet bejutni a házba? Ah! Valahogy csöngettek? Jött a postás, vagy mi van? Mi a fasz? Valami nagyon chillingel. Jó, annyit tudok, hogy az E betűt, hogyha hoz... Mondom, csöngetnek. De hogy lehet... De hogy tudok én bemenni? Nem tudok be... Oh, hello! Szia! Ez ki? Ja, ezt te vagy? Baszki! De mit chillingel? És megkúrja az ablakot! De és akkor veled mit tudok csinálni? Szia! Ah! Ne, ne stunnold! Ne! Ah! Ne! Itt spamelni kell a space! Ah! Nem! Szerintem is. Annyit tudok, hogy te vagy ugye az intruder, tehát hogy így... De az meg mindig itt csönget ez a szar. Itt van... Van nálam egy szék. De várjál, most nálam van a szék, és... Ja, az igen. Ja, hogy elég egyszer rányomni dolgokra, hogy fel lehessen őket. Anyád! Ha! Ne! Jézus Mária! Ez a tévé? Lekapcsoltam a tévét. Ez olaj. Hozzákúrom a felmosórodjhoz, mi lesz? Hallok valamit, döröm. Ah! Azt a rohadt! Megy értem ez a főgyíró. Mi a faszom ez a játék? Várjál, tabban van az inventory. Van nálam két. De jó, saját magamat lesztannoltam. Hammer time. Ez mi? Kikapcsoltam. Ez denied. Minden deny-olva van. Jól van. Az mi?
Szereztem tőled egy medve csapdát. Ki tudlak lootolni? Nem. De szereztem... Lehet, hogy én kértem be, vagy nem tudom. Oh, az mi a szarod? Az mi? Aló, te becsomagolsz? Ne! Nem tudom, ez lesz szarod. Ez valami háló. Ez valami háló. Más meg. Ó, mi ez? Mi? Eldobtam a zseblámpát. Az jó. Lehet, hogy úgy kellett volna, hogy mind a ketten intrudelök leszünk. Ja, ó, lejárt az idő. Bazd meg, lejárt az idő. De 5 perc, akkor ez kevés. Jó, akkor most legyünk mind a ketten intruderek, mert úgy egyszerűbb lesz, hiszen úgyis vannak ezek a fűnyírók. Jó, várjál, akkor felemeljük a budgetet. Legyen 20 000-ünk, és akkor mindent megveszünk. És akkor az altnómmal pedig... Legyen 10 perc, legyen 10 perc, és akkor... Amit el kell lopni, az legyen 1000 dollár, hát, és akkor úgy minden okés. És akkor menjünk ide be. És akkor ott van ugye a store-ba, ugye... Meg lehet venni ezeket a dolgokat. Nem tudom, én mindent megveszek. Megveszek még dobozt. Nem tudom, a doboz az mindig jól szokott jönni, meg még veszek... Veszek különböző felszereléseket. Hogy... I am ready. Én vettem dolgokat. És akkor most ez van. Mit tudok craftolni amúgy, miért még így belekezdünk a gamebe? Semmit, jó. Az a gond, nem tudok én már hova menni. Modify and enhance your clothes. Now add more addiction effects. A boat. Ha teszek rá festéket, akkor megnő az ívédje. Az mi? Teszek rá olajat, akkor még több ívéd. Ezt nem értem. Na mindegy. Érdekes. Én is ezt csináltam. Ugye ilyenkor most két furgon lesz, ugye? Tehát, hogy nem egyszer kezdünk, két furgon lesz. Két furgon van. Miért, te hol vagy? Én a háznak a másik felén vagyok. De erre, csak az inventorimban vannak ugye ezek a dolgok. Vannak dobozok. Ezeket felveszem. 12 doboz, 13 doboz, mi van? Ja, elég elbetűt nyomni ahhoz, hogy fel tud venni, nem kell hosszan nyomni. Jól van. Jó, hát próbálj meg behatolni a... hát én a... Ja, te már indultál? Hát nem nagyon lehet dobni ebbe a játékba. Az te vagy? Szia! Várjál valahogyan... Nem lehet szétverni ezt a kamerát? Kikapcsoltam a kamerát. De... Nem lehet kikapcsolni a... Ledobom. Aha, ledobod a kamerát, akkor papírra bűködik. Jó van. Nem nagyon lehet dobálózni ebbe a játékba. Ez mi volt? Ez igen. Ledobom a... Ó, le lehet stunolni a fűnyírót. Menj be! Ó, kaptam még egy... Itt van még egy feszítővas. Én már bejutottam a házba. Nem lehet ledobni a... Hát ez nagyon jó. Nem lehet ledobni. Akkor hogy jutunk itt el? Jó, mindegy. Oh, itt van egy szellőző. Ez mi? Bazeg... Úgy érzem, hogy rám fog jönni egy fűnyíró, hogy az valami elkép... Hol? Jaj, ott van! Ja, azt hittem ez le tud jönni.
Én így közben a medvecsapdákat így... Lehet, hogy ezt az ajtót nem kell kinyitni. Hogy kell kinyitni az ajtót? Hallod? A bal klikkel el tudsz bújni a dobozban. De jó. De hogy kell kinyitni az ajtót? Press L to interact and pick up. Ez az ajtót miért nem lehet kinyitni? Ó. Oh. Ja, elég ellökni. Anyád. Valami kart megnyomtam. De... Nem bírom ledobni a kamerát. Na, kikapcsol... De, hallod? Rányomok a kamerára, hogy kikapcsolom, de erre nem kapcsol ki. Ó! Oh. Én meg nem látok semmit, mert lekapcsoltam a villanyt! Itt van a fűnyíró. Ez mi volt? Valaki lopja a kocsimat! Halló! De valami elindult ott az engine-nel, valami nem jó. De hol jutottam be a házba? Az ott mi? Ott valami töltődik, valami engine, az micsoda? Nem tudom, de ott valami nem sikerül, mert most az engine így nem működik. De amúgy, hogyha belelépsz az olajba, akkor látják a lenyomatodat. Mi az Isten? Te mit csinálsz? Ja, te loptál el cuccot? Megnő, hogyha teszek be dobozt. 45. 30. Opa, hát az elpusztult. Lesztánnalódok. Ezt inkább hagyjuk. Becsomagoltam oda. Na jó van, menjünk befele. De ott az én kocsim van, ez a te kocsid. Na igen, mert így meglátnak. De nem sokáig szerintem. Ja, te itt jöttél be? Aha. Jó van, ez mi volt? Megjártott a kab... Nem tudom, én próbáltam már ledobni, de nem hat rá amúgy. Ah, bazeg, nincs rám crowbar. Ez mi? Vigyázz! Itt jön! Erre! Vigyázz! Hát ez kicsit buta ez a fűnyíró. Elvileg le lehet stunolni amúgy ezeket a fűnyírókat. Ez hova ment? Ja, odafel. Amúgy nem sok fűnyíró van, azt vettem észre, csak egy van max, vagy kettő. Nyugi, én is jártam úgy. Caution, do not cross when operating. Miért? Oké. Okay. Ajaj! Nem tudom. Hát, nem tudom. Én most veszek föl dobozokat. Találtam valami... De valami japán szöveg megy a háttérben. Ó, találtam egy vázát! Találtam egy vázát. Pazd meg. Várják, a crowbarral lehet leszedni a... ...izét. Jajjaj. De nem lehet lesztánolni normálisan. Várjál, itt a crowbar. És akkor elvileg, hogyha... Ó, találtam deszkát. Ez mire jó? A planks az mire jó? A crowbarra tudod a csavart leszedni. A... az ajtókról. Na várjál. Bazeg, eldobtam a vázát. Hát nem.
Hol a váza? Itt a váza. Na várjál. És akkor ezt el kell vinnem a kocsimba. A kocsim? Jól van. És akkor várj, ezt ide bekúrjuk. Igen. És akkor most ezen van 3200 dollár. Az igen. Van nálam üveg. Mi ez? Mi van? Bazd meg, kiöntöttem a... kiöntöttem két festéket is. Hát... Fűnyíró? Jajjaj. De az a jó, hogy itt kint kikapcsoltam egy kamerát, de... De bent meg nem lehet kikapcsolni a kamerát. Ó! Oh! Baszki. Akkorát repültem. Na jó van, nézzünk körbe. De úgy van itt egy ilyen bejárat, de... Azok belementem megint a olajba. De itt megint nem tudok bemenni. Azt hiszem. Az jó! Nem tudom. Azt, hogy benne úszak az olajban. De az annyira jó, megy itt a japán szöveg. Mi ez? Main switch. Ó! Oh. De én nem tudom kinyitni a garázsajtót még így se. Hát de... De amúgy se lehetett kinyitni. Várjál, kell... Nulla! Dolgot... nulla dollár értékben loptunk megint. Nem tudom. Fogalmam sincsen. Igen. Az a gond, hogy protektorként nem lehet beállítani a... Tehát az, hogy mennyi fűnyíró legyen, annak mondjuk örülnék, hogyha be lehetne azt állítani. Tehát hogyha mondjuk az lenne... Én is. Hogy lehet több fűnyírót letenni? Amúgy... Kajak, ez a ház amúgy nincs itt, mikor bemész a játékba. Na hát akkor legyünk még intruderek, szerintem megyünk még egyet, aztán... Most már kezdem össze, de szerintem ne vegyünk sem, vagy ne, mondjuk izé, Crowbar az kéne. Egy csomó crowbar azért nem ártana. Hát hammer, veszünk hammert is. Flashlight nem kell, box nem kell, jó, én készen állok. Nem mert, hát most úgy pontosan nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. És akkor kinyitom a kocsimat. És akkor megyünk befele. Megint ott a sárga falnál kezdek. Azt mondja, hogy a táskában alapból van már 1434 dollár értékű. Tehát akkor hivatalosan nem is kéne lopnunk. De nem lehet leszerelni a kamerákat, ez amúgy engem nagyon zavar. Aj! De nem lehet... Nem tudom, hogy a hammer az... You have no boards. Az mit jelent? Ja, hogy a hammerrel lehet beállítani a... felrakni a deszkákat. Azt hittem, hogy azzal lehet úgymond így balklikke bekúrni az egész... helyet. Á, jól. Ó, várjál, itt van, itt is van egy valami lyuk. Itt megy a tévé. Ez a tévé szoba. Oh! Ez mi volt? Haló? Itt... Ó! Nekem is most itt lockpickkel. Backroom? Lehet menni a backroomba?
Na, de ez valamilyen... Backroom, nem backroom. Ja. Ó, szia. The front, floor one kitchen, floor one corridor. Igen. Floor né bathroom. Azt hittem, hogy már ez a fűnyíró elé rak egyből, mert... Várjál, block bedroom. Úgy is bekapcsoltam valami tévét, de ez nagyon idegesítő lesz, úgyhogy kikapcsolom. Hol? Ah! Mi a... What? Itt vala... Ó, ez egy lézer. Várjál ezt a lézert, akkor azt mondom neki, hogy... Ezt egy székkel így... Wow. Ez alapból lenyílik, hogyha a lézer nincs ott. Ó, itt van egy fürdőszoba. Van a... Ó, tényleg. Ja, hogy ez volt a fürdőszoba. Bazeg, de magasan vagyunk. Kim van egy fűnyíró. Hú, bazeg, ezt keressük már meg ezt a tévét, mert nagyon idegesít. Mi? Hát én átmentem a függönyön. Fú, de engem nagyon idegesít ez a tévé, hol van, kikapcsolom. Ah! Eltörtem a lábam. Hol a francba van ez a tévé, mert nagyon idegesít. De... Ezek nem lehet semmiféle parkürt itt csinálni. Bazag, egyre több fűnyíró van, vagy mi ez? Nincs nálam semmi, amivel le tudnám őket dobni. Ez mi volt? Ó, valamit kikapcsoltam. Na. Hát nem itt van ez a tévé. Na, ez hova vezet? Nem, csak be kell menni, csak be kell menni rajtuk. Close balcony. Ah! Ne? Nem. Várjál, itt is lehet valamit crowbarolni, mi ez? Ja, itt lehet még feljebb menni. Itt van egy csapda. Itt azért bekúrjuk. Hát nem is... Ah! Ne! Ú, bazeg. A játékfizikát még mindig nem nagyon találták el, az a gond. Hogy lehet? Hát ez nem igaz. De itt már voltunk. Hát ez volt. Ez a hely. Mi? Hol? Most én azon gondolkozok, hogy merre kéne menni, mert... Ó! Oh! Elestem. Elestem sok ebeletet. Na jó. Én összeestem. De a bejárati ajtót hogy lehet kinyitni? Nem tudok átmenni, mert rajta van ez a... Á, itt van. Ó, de jó, ki lehet nyitni, kinyitottam végre. Az entrance door-t végre kinyitottam. De melyik a tévészoba, mert nagyon idegesít. Nálam nincs semmi. De melyik a tévészoba? Mi ez a hang? Á, meg vagy! De... Ha jól tudom, szekrényekben is amúgy van cucc, nem? Aha! Találtam pénzes zsákot! Itt hogy kell kimenni? Ajaj!
Ne, ez a tető! Jó, az a jó, hogy nálam van ez a pénzes zsák. Ezt viszem a kocsimba. Annyira imádom ezt a fűnyírót, hallod, meglát. Meglát, de aztán nem akar támadni. De nem bírok. Azta. Hát ez nem jött össze. Nem nagyon működik ez a játék még. De várjál. Van három fűnyíró is. Van egy pár fűnyíró. Hát bazeg. Ettől a fűnyírótól már herótól. Vagy nem. Valami észrevett. Ja. Majdnem beleléptem a medve csapdába. De az a gond, hogy nincs semmi fény. Tehát, hogy... na végre. Majdnem beleléptem a medve csapdába itt is. Várjál, most én azon gondolkoztam, hogy... Itt van egy pulcs. Felvettem egy pulcsit. Várjál, hogy kell felvenni ezt a pulcsit így? Felvettem egy pulcsit. De a pulcsi nem látszik rajtam. Ez mi? Fú, legközelebb amit veszünk az egy flashlight lesz, mert... Nem látok se. Én nem láttam. Ott becsukódott egy ajtó. Az mi volt? Ó. De... És miért nem tudok mozogni? Ja, ez megint az a szoba. Ott egy váza. De észrevesz a fűgyíró, de nem jön, értem. Ez kicsit vicces. Itt van még olaj. Szerintem nincs más dolog, amit el lehetne így nagyon lopni. Végig... Ó, dehogy is nem, nézzek, itt a fiókban még mindig van, nézzé, pénzes táska, meg minden van itt a fiókokban. Ez a játék amúgy picit hasonlít a Secret Neighbor-re. Egy picit. Csak hát nem lopni kell, hanem... Vagy hát ott a Secret Neighbor-ben ugyan... Amúgy azon gondolkoztam, hogyha... Ne! Ó, ez agymentés volt. Most azon gondolkoztam, hogyha... Elkap a fűnyíró, akkor... Elveszítem vajon a cuccaim? Meg... Uh-huh. Amúgy ilyen fiókokat nézzél át, meg ilyen szekrényeket, mert ott is vannak amúgy. Én most láttam a konyhába három vázát. Ez már 17 000 dollár. Azt tudod, azért az pénz. Gyerekek, gazdagok leszünk. Az a gond, hogy a házban még fele annyit se jártunk, úgyhogy szerintem felállítom az időt majd ilyen 20 percre, az lesz az utcsó game akkor így. Esetleg. De lehet, hogy még nyomunk róla majd még egy videót. Nem tudom a kalapát csak kiszedni az ajtót. Jaj. Az mi volt? Ez a hang. Na jó. Ne! Van itt króbar. Króbar az kell. De hol kapott el? Itt a bejáratnál? Nem erre jobbra? Hát De várjunk, nem jó ez a konyha. A hűtőben van vala... Ez mi az Isten? Ez milyen backrooms itt a hűtőbe, te? Ez igen? De nem, mert vágod az van, hogy bejön. Tehát, hogy jön ez a hang, és akkor ilyen flash vágod, így bejön. Így jön. Jön feléd. De mi volt ez a kislány ordítás? Azta. Amúgy
Itt van egy lyuk. Itt mi van? RBO story. Friend of a friend told a story about someone sneaking into a wrong house. This person never returned. That's nonsense. If they never returned, who told the story, right? Hát ez aztán. Jól van. Na, köszönöm. A garázsat kerestem, csak ettebb volt. Nem találtam. Ne! De hogy az a büdös procskos! Hopp! Ki lett zsúkolva? Én kiítottam még egy ajtót. Na már. Itt találtam még valamit. Találtam még egy vázát. Ez mi? Egy medvecsapda. Még egy medvecsapda. What? Hallod, itt tudod? Take it all. Mi? De nincs egy... Oh, szia. Hallod, itt van valami, amit így... Ja! De miért van ezen egy autó? De, és ezzel mit csináljak? Opa, de itt van egy vázám. Jó, hát akkor szerintem húzás be, hát most... Ez aztán szakszerű, itt a garázs. Nem tudom, garázsban volt valami? Esetleg. Én is, nem tudom melyik az a kocsi. Melyik az én kocsim? Persze, hogy a map túloldalán van! De ott van egy backpack, tényleg mutatott egy backpacket. És akkor el kell húzni elvileg. Én nem fogok odaérni. Én szép lassan oda sétálok, figyelj, én nem. Mi mennyi idő? Ez egy jó pár másodperc. Na már. És hol indul? Na jó, mert persze, hány idő kell ehhez? Hát az egy percre beindítja valamit, és akkor itt a pirosra elkezd vizogni, akkor meg kell nyomni rá még egyszer. Aha. Egy perc, hát meg csak most állt nekem a felénél. Hát akkor ez megint $0 lesz. A bazeg, már legalább 2 perccel előbb ki kell menni. Hát nekem nem indul, nekem ilyen szart ragacsom van. Az igen, $34,500! Neked mennyi? Annyi, ez együtt dolgoztunk. Ja. De hogy, ja, hogy összesed. Hát nekem is. Ja, akkor az enyémet nem számolta bele. De az enyém 23.765. Ja, akkor csak a tiédet, mert neked sikerült elmenekülnöd. Azt rohadt. Jó, de budget. Te figyelj, akkor a budget azt mondom neked, hogy akkor a $1000 is, hiszen csak crowbar kell. Amit el kell lopni... Igen. De hát $1000-ból az kijön. És akkor amit el kell lopni, az $10,000. Most eladom a 30 000. Ja. Jó, hát akkor legyen 30 000. 30 000-et ellopunk, és akkor 20 perc lesz rá. És akkor legyen most nappal. Na, hát ez most ilyen daytime. Amúgy basszus, este kellett volna kipróbálnunk. Mármint úgy este, hogy most egy esti módot kellett volna nyomni. Csak az úgy videóban nem lett volna jó, mert hát akkor... Alig lehet belőle látni. Nem, én próbáltam már bal klikkelni rá, nem sikerült. Ah, már megint jön ez a fűnyíró. Hát de jó. Na, egybe egy pénzes zsák. Vagy táska. Ez mi? Oh, úristen, kesztyű! Kaptam kesztyűt. Hát, hogy az a... Jó. Szóval hogy kell felvenni? Hogy kell felvenni a medvecsapdát? Nem lehet fel... Nincs semmi a szekrényben. Még egy váza. Miért kapcsolod a fényeket? Így se látunk semmit. Hát de nem látunk semmit. Találtam egy sapkát. Ú, azt szorolt, milyen FPS drop volt itt. Remélem, a videóban az hogy fog már kinézni? Hűtő?
De hallod, ilyen hűtőt én még életemben nem láttam. Te hallod, olyan piros ez a hűtő. Ez szakszerű. Szakszerű volt. De hogy az a... Olaj. Ebben most nincs semmi. Nem, most tudták, hogy felkészültünk, azért nem raktak le sok cuccot. Én a földszinten végignéztem. Amúgy igen, igen, ezt akartam mondani, hogy amúgy meg ez tök jó dolog. Hogy random. Kinyitja alattad a cuccot elvileg. A földet így. Vagy hát a talajt így megnyitja alattad. Ezt aztán jó meg azt mondtam. Tök jó, egy idegen váza. Még egy váza. Hallod, 6 váza van már nálam. Pénzes táska. Még egy váza. Amúgy azt még adnám, hogyha a loot az változatos lenne. De gondolom ezt remélem majd meg fogják csinálni. Basszus, ez nem igaz! Nem, majdnem elkapott. De hogy valaki lesztannolt egy... Istenem, hol lehet itt kimenni? Hátsó kijárat. Én most már cuccolok befele. Azt írja, hogy 23.656 dollár van. A medve csapdát? Hát... Oh, ja, hát rek... Ja, aha, vágom. Ezek a vázák amúgy el tudnak törni. És ez így azon gondolkoztam, mert nem lenne szerencsés. Megint 23.000 dollár van benn a táskában. De basszus, beállítottam, hogy 30.000-et kell lopni, és már 23.000 van nálam. Tehát, hogy így... Én szerintem amúgy a földszintet én megcsináltam, szerintem. Ezt a... Jó, hogy mindent el kell lopni. De nem tudod beletenni, annyit nem tudsz beletenni a táskába, mert... vagy az autócsomagtartóba, mert szétrobban. Tehát, hogy... Jó, csak mondom, hogy mindenre ja. Csak hát mindennek megvan a maga ára. A váza meg a pénzes táskaért gondolom a legtöbbet. Igen, értelemszerűen. És akkor itt tudom felvenni a medve csapdát. Aha! Jól van. Main switch, az nem kell. Most behatolunk a bejárati ajtóban. Nem tudom. Hát ezt nem nagyon sikerült úgy, ahogy terveztem. Ez mi volt? Bazeg, mi ez a... Ez az össze üvegszilánk textúra. Ez össze nagyot megy. Mi van? Ó, itt a garázs ajtó. Úgy levetődtem a tetőről. Hogy lett ki itt a garázs ajtót? De én kikapcsoltam a fagot. Nem kapcsoltam ki. De hogy kapcsoltad ki? Garage door on. Ah, kinyitottam. Bekapcsoljuk a villanyt, mert nem látok semmit. Itt mennyi kukafedő meg ilyenek vannak? Ott van egy kesztyű. Még egy kesztyű, ez jobb kesztyű? Aha. Hallod, ez ilyen szomszéd kesztyű. Szia. Szia. Itt volt a tévé, oké. Okay. Mondom, szerintem én a földszinten már szétnéztem. Szerintem itt már nagyon nincs semmi. Ha csak... Csak valamit ki nem hagytam. Tehát elő... Mi az Isten van itt? Ja, ez a... Beveszem ezt a csapdát. Ez a szobának a másik része. Legtetején már voltál, nem? Ja, voltam.
to the back. Oké. Okay. De én hallom a fűgyírót jönni. Szerintem jaj, itt a legtetején már nem lehet nagyon mit keresni. Ó, egy secret room, azt a kóban. Az hol? Nem tudom, de te van cuccokkal. Na, jól van. Három cuccokkal állt. Tele van cuccokkal, három cuccok. Hát jó, a két társadalmi vázával, azért ez valami. Hát mondjuk jó. De ez a rész miért van itt lezárva? Az a gond, hogy nem értem. De én nem értem amúgy. Ó, itt van egy pénzes. Itt egy pénzes táska a földön. Szia, Gabi! Hallod? Itt miért hagytatok pénz... Itt miért hagytál pénzes táskát a földön? Ó, beszorult a fő... Júj! Itt van még egy váza. Én szerintem kiugrok az ablakon. Itt glue. Gyerekek, azért ehhez is technika kell, hogy ide be lehessen a... Két deszka közé a ragasztót tenni szerintem. Ott valakinek a backpack jelződik. Olyan vicces, mint... Oh! Purogatom az üvegeket. Hát azt akartam, hogy be akartam menni a lyukon. És... táncoltam egyet a ragasztós üveggel. De én elég keményet. Itt miért van egy alagút? Mi van itt ebbe az alagút? Hú! Hú! Itt jumpscare? De hallott itt valaki ez... Ja, gondolom, hogyha esetleg valaki PvP-be tolná, akkor vannak ezek az alag... RBO story. People saying that Hurricane broke something with it, but... Should you believe people will steal from each other? Milyen vicces ez a játékfejlesztő. Mi ez a lila doboz itt a map közepén? Nagyon mindegy. Van nálam 20 000 dollár. Ez sok. Innen hallom, hogy törz zúsz oda bent. Csak a izét zettem ki. A medben csapszát. Ja. Jó, hogy így is be lehet tenni. Na jó van, várjátok. De mi volt ez? Hallod, nem tudok több idet betenni már. Mert se... megtehet. Na. 43 000 dollár. Azt a rohadt élet. Nem ezek milliárdos vagy ebben a játékban. Én is. Mindjárt kiderül, hogy a te autódba tettem be. Basszus, 2 méterre nem tudom bedobni az ablakot. Ja, hogy ezt a fűnyőt mondod, hogy ide van egy bugolva, jó? Aha. Oké. Hát kijött, nem? Hú, milyen lyukak vannak itt. Itt? Azta! Téged vett észre? Igen, igen. Jól van. Nekem átbagol, és megkúrhátulról. Mi ez a doboztorony itt? Jó. Ah, itt a villanykapcsoló. Nem tudom, nálam van most 36 doboz. Azaz lesz a vadom sertem. Velem is előfordult már. Megint itt vagyok az entrance doorba. Az úgy jól van. Vagy flashlight. Vajon azt is számolja, amit én vittem el? Winter hat. Ez nem kell. Mármint ami a kezemben van, azt is számolja esetleg, talán.
Azok van már nálam 50 doboz. Meg van nálam 3 zseblámpa. Én is. Jó, hát mondjuk a Hello Neighbor is olyan volt, hogy gyakorlatilag... Ó, itt egy mammusz. Hát, amúgy én is. Van nálam egy kukafedő, meg mit van még egy szomszédkesztyű. Ja, mind a kettő ugyanazt tudja. Jól van. Mi ez a camouflage? Ó! Oh. Ez mi? Jó. Ez mi? Itt vannak... Ó, oh, itt ez a secret room, itt vannak-e bábúk? Azt a... Itt volt amúgy egy kabát. Még azt nem vetted észre, itt volt egy kabát. Hát de fel tudod venni. Tudod hordani, viselni. Most miért nem működik a játék? Kimegyek, az fűgyíró. De... Na! Nem enged ki! Hallod, nem enged ki! Azért nem enged ki, mert ott a fűnyíró? Ja, nem itt doboz van. Vagy mi? Ja! Még vannak barikák. Ó, itt lehet kimenni a felső emeletre. Van egy bukós isak ott. Van még egy ilyen kis póló. Hol nem voltunk még? Nem tudom, ezeket a ragasztókért kapunk pénzt. Az igen, hallod? A medvecsapda az 500 dollárt ér. És ide valami kiborult eléggé furán. De legalább hallod? Eljutottunk arra a szintre, hogy 3D-s textúrák vannak. Tehát, hogy nem az van, hogy csak egy 2D-be így kifolyik a placra, hanem ennek van alja amúgy. Ja. Amúgy ezt tökre adom amúgy. Ez tök jó. Ezért én voltam. De az a bugos. Én nem tudom. De azok itt már szerintem mindent elloptunk, én attól félek amúgy. Szerintem most arra rámegyünk, hogy... Hogy összeszedjük az összes szuttot, ami van a mappon. Azt elmegyünk a francba. Ez lesz. Én nálam most van 5600! De csak egy ebeletet zuhantam. Ez mi? Hát crashelt a game, úgyhogy ez most a második deki futás lesz. Mi? Ja, hát ez eddig is volt. De egy ugrasz tőle így. Huhu! Hát szóval igen, crashelt a game, és most megpróbálkozunk még egyszer ezzel a 20 perces nekifutással. Akkor a budget az nem... Várjál, akkor 20 perc. De várjál, van night is. Van night. Hát azt még mondjuk nem próbáltuk, vagy... De hát akkor... Ja jó, akkor night. És akkor amit el kell lopni, az 30 000 dollár. Sőt, felnyomom neked 50 000. 30 000 a max. Annyit lehet max lopni. 30 000 a max, amit lehet lopni. Te meg itt ilyen X-debelsz előttem. Hú, ez az éjszaka, ez nagyon para. A reflektor ott van. Ott van, spotlightban volt a Gabi, nézd meg. Megy oda. Az igen, nem, meg még hátrébb. Az igen, milyen spotlightban van, oda nézzél. Mert a drip zene, majd alávágjuk, majd alávágjuk. Az igen! Az igen! Mert a drip zene, ez ki lesz vágva, ebből olyan short lesz, de... Ez igen! Bazeg! Amúgy mindig arra jövök rá, hogy basszus, olyan jó érzés gameplayezni, mindig valami új történik, tök jó amúgy. Az igen! Az igen! Na jól van. Így van, ennyi. Na, fénypont megvan. Na és akkor, hát álljunk neki. Ö,
Hát akkor szokásosan most kell flashlight, kell crowbar. Hát mindegyikből talán... Hát az a gond, hogy így már nem jött ki. Jól van. Én készen állok. Vettem két crowbart és egy zseblámpát. Current tactical limitation. Can't load setup and boat something. Cancel? Cancel? Ja nem, az nem. Az a cancel az más dolog. Oh! Oh! Kinyitottam a kocsinak a csomagtartóját, és elrepültem tőle. Az ficsi. Ahó! De megint itt jön ez a főnyíró. Szia! Na jó, haladjunk. Hol vannak a cuccaim? Zseblámpa. Crowbar. Na. Nem tudom, látsz valahol engem? Itt flashlightozok ezerrel. Jaj! Szia! Nem tudom amúgy. Elvileg hosszan kell nyomni, aztán valamikor amúgy kikapcsol. Na, most. Ep. De valamikor ki lehet kapcsolni, nem tudom hány gombra. Basszeg. Itt bejövünk elől. Az a gond, hogy csak ilyen két-három fűnyíró van, amúgy adnám, hogyha lenne több amúgy. Tehát, hogy... Hogyha ez a fűnyírós koncepció úgymond megmarad a játéknak, akkor amúgy én azt mondanám, hogy... Hogy akkor lehetne több. Ez, én amúgy azt adnám. Hogy tudom eltenni inventoriba a cuccom? De nem, mert jobb klikkel debelek a háttérben. Jó van akkor. Ó, pénzes táska. Nem először meg kéne találni az alap... Ó, itt... Ja, itt csak ki lehet jönni. Wow! Ja, hogy itt ki lehet jönni? Én jelentkeztem földszint, és jön a fűnyíró. Az a gond, hogy most muszáj lesz menni a tévének, mert nem láttunk majd semmit. És persze, hogy a fűnyíró az full lekövet. Még egy pénzes táska. Egy E-betűtől? Na jó! Hallod? Szekrényen keresztül észrevett. Ja. Jó. Az a gond, hogy most meg olyan halk a játék, hogy nem hallok belőle semmit. Bazeg, hallom a fűnyírót a dobhártyámba. De miért japán tévé megy amúgy? De milyen százalékokról beszél itt a tévében? Ó, meg... Ja, azt hittem, hogy ez a secret room. Oké. Okay. Azt a... Minél több fényt csinálok egyszerre, annál jobban bedroppol a játék. Jó, szerintem ezt a játékot amúgy valószínűleg ilyen eveningbe kéne játszani, hogy a... fényeket te kelljed fullosan használni, mert... az FPS az egekbe. Azt a... Ez meg a másik. El is kapcsoljuk a fényt. Amúgy a flashlight amúgy többet ér, mint a... A flashlight az többet ér, mint maga a fény amúgy. Valahol jön egy fűnyíró. Ezt amúgy biztos a kedvét ki... crowbarozom. De tök jó, hogy még a lebarikárdozott barikárdot is... Vagy a leszedett barikárdot is le lehet szedni. Vagy hát így fel lehet szedni, na, és így el lehet vinni. De jó. Jön a fűnyíró. Jön a fűnyíró. Na jó, én már szerintem most lepakolok, mert most 26 ezer dollár van már nálam. Gyors lecuccolok. Hát mi van ráírva? Semmi. Akkor az valószínűleg a lámpa. Oh! Te ne burogasd ott bent a söröket?
Amúgy én adom ezt a játékot, én látok benne amúgy potenciát, csak ne csesszék el. Kicsit op... Én kim... Hát nem tudom, ott valamit burogattatok ott az előbb. Nem. Én már kim voltam, akkor hallottam ezt a... Aha. Opa! Elment a fűnyírónak a hangja. Aha. Ott láttalak, vagy ott nem tudom. Én már ide hallottam, tuk! Milyen oktató terem van ott fel? Remélem most nem fog crashelni. Így van nálam 5000 dollár. Menjünk egy emelettel feljebb. Azt a... Hát mit bontasz? De... Azek az F-et meg az E-betűt még mindig kavarom ebben a játékban. Valami énekel, vagy mi ez? Ja, ott vagy fent, szia! Itt villogok neked. Morzajelet adjuk le. Nem tudom, itt... Ja, itt el lehet bújni az asztalra, de hát a fűnyír úgyis bejön, érted, hát... Úgy, te textúra kicsit klippelődik, de semmi baj. Várjál, van egy bootsom. Úristen... Nála... Ezek hallok varjakat. Ja. De ilyen sört cisszelések, nem tudom mik ezek a hangok nálam. De amúgy ez a falon, ez a föllenyilacska, meg az on-off, az mire jó? De nem, hát bekapcsolom, és akkor megjelenik, hogy doboz, meg izé, króbar. Mit? Hát várjál, bekapcsolom on. Oké, és akkor lehet tudsz kérni valamit akkor. Hát board. Azt mondja, hogy össze, ez denied. Akkor nem azt mondja, jó. Ó, a barikárdos... Az igen, milyen secret room ez! Ja, csak ki lehet jönni a tetőre. Hát akkor mindegy. Mi van? Ja, itt ez a... Ó! Oh! Hallod itt? Ez mi? Ez milyen ágyú ez? Net shooter. Ja, ez a net shooter. Van görkorcsolya itt. Ah! Oh! Ground friction very low. Ezt felveszem. Oh! Ja, hogy lehet vele egy csúszk. Az igen, milyen drip, milyen tornacipő van itt már. Azt, ez a legújabb Jordan. És ez jobb. Aha, ez jó, ezt szedjük le. Ez jön helyette. Aha, nagyon nagy tab. Van itt papucs. Ja, ezzel meg nagyot lehet ugrani a papuccsal. Ja, mert... Ja, ez nem papucs, ez olyan rugós cucc. Azta, van nálam 37000 dollár. Meg van nálam egy ilyen... Kesztyű. Ja, itt meg egy loot bag van. Jól van. Azt a milyen speed! Ja. Van még... De megijedtem, azt hittem már engem. Jó, lehet még feljebb. De ez le van zárva. Na most. Oké. Okay. Szia. Még nincs semmi. Meg van egy pulcsi. De várj, ezeket... Ja, ezeket el tudom dobálni. De hallod, nem kell neked izé? Rajtad már minden van. Mi ez a transparency, invisibility? Ez. Invisible cloak. Az baj. Ezt el lehet innen venni. Ez szerintem ilyen lemegy? Voltunk már le... Az hogy megy ott fel? Azt rohadt! Ez igen. Most azon gondolkozok, hogy hol voltunk még. Ojjaj. Na már? A protektornak a szobájába. Igen? Aha.
Én ott már kilootoltam amúgy mindent. Ha? Hát, azt hiszem, most mondtad, hogy ott már voltál. Nem, a protektor szobában nem volt. Jaj, az a protektor szoba? Igen. Ja! Van egy hátitáska. Na jó, és ott... Aha. Én kijutottam a háznak a legtetejére. És itt van, hogy be lehet... Most kikapcsoltam az antennát. Ja, most kapcsoltam ki az összes kamerát! Jééé! Most kapcsoltam ki az összes kamerát. Hát, felmentem a háznak a legtetejére, és ott volt az antennán egy kapcsoló. Hát, én is azt nyomtam be, de a kamerák működtek. Nem tudom, elvileg most már nem működnek. Az egyik főgyíró viszont elszabadult, úgyhogy vigyázzál majd, hogyha mész a kocsithoz. Na jó, most... Oh! Elpusztítottam egy medvecsapdát! Nem, milyen kemény lehetek akkor. Próbálunk itt óvatosan lezoomízni. Amúgy igen. Tehát, hogy még a barikád is itt megéri. De sötét van itt. Fürdőszobát már gondolom kifosztottad. De az ilyen székek meg dobozokat azért én így elvinném. Ez valami nagy kazánház. Működnek? Na akkor minden, nem tudom mit kapcsolok ott kint fent. Lehet, hogy proto... Hát még protot találjuk aztán. Én nem tudom, még az árba azért. Na jó. Hittem, hogy ezt a... tudtok lekérését tudom kapcsolni, nem látom én sem. Nem tudom. Ez merre megy? Ez a... De... Ez nem igaz, már nem lehet mozogni ebbe a játékba. Inventory is full. Megtelt az inventorim. Viszont a garázsajtót ki kéne nyitni, mert itt még vannak értékes lootok. Úgyhogy majd ezért még megyünk. Hol a kocsim? Persze, hogy a map túloldalán. Ajajaj! Ó, itt volt kint egy váza amúgy. De csak az a gond, hogy inventory is full. Gyors lepakolunk. Ezek 38 ezer van a nálam most így per pillanat. És alapból 60 ezer van totálban. Azta. Várjál. Hát jó, de mondjuk nálam van ilyen, hogy doboz, meg ilyen. Meg van nálam 4 króbar. És akkor le kell csapni a csomagtartót, hogyha végeztél? Az a gond, hogy több minden már nem fér bele a csomagtartomba. Tehát az, hogy 17 ezer dollár van a backpackembe, és 41 ezer van a kocsiban. Nem tudom, még visszamenjek. Én még itt láttam kint egy vázát, azt még fel akartam venni, meg a garázsban még gyors elintézni a dolgokat, de... Lehet, hogy arra már nem lesz idő. Sajnos. Meg az a gond, hogy annyi barikád van már nálam. Meg attól tartok, hogy ott van a fűnyíró, és nem fogok tudni bemenni a garázsba. Hallod, két fűnyíró is kim van a izén, a mappon. Igen. És a fűnyíró pont most megy be a garázsba. Hát ez nem igaz. És hallod, a fűnyírók váltják egymást, tehát hogy most kettő fűnyíró megy be a garázsba. Hát ez nem igaz. Én nem fogok tudni bemenni a garázsba. Jó, hát az egyik elment, de a másik az még bent zoomizik. Hellajaj! Na, nyugodj meg! Menj ki! Jó? És itt még vannak dolgok. Van pénz... De inventory is full! Hát ez nem igaz. Pedig 75 doboz van csak nálam. Jó, mindegy. Akkor, viszont én többet akkor nem tudok ellopni, mert... Én maxos vagyok. Tehát most így is 20 ezer dollár van nálam.
A power-em az most maxos, a mobility-m is. A protection meg az agility az ilyen közepes. Most most olyan fura, kétszer hallom a trappomat, mármint duplán, olyan, mint hogyha lenne mögöttem valaki. Na azért látom, a Hello Neighbor fizikák még úgy megmaradtak, mikor a... így rámész a tájra és így megtáncoltat. Azt mondja, 40 000, 41 000 van a trunkba. Ahol én is, azért van nálam, azért van nálam. Ne! Elpusztítottam egy pár dolgot a kocsiban. Így már csak 58 000-et viszek. Ne! Ja, hogyha rámész a mobility-re, akkor látod azt, hogy a movement speed az nagyjából jó, az acceleration az nagyon jó. Az acceleration az nagyon jó. A jump height az ilyen közepes, a ground friction az pedig maxos. A transparency az nagyon alacsony, a noise level ilyen közepes. Protection-ben az endurance és a block power is olyan közepes, a power-ben a push power az közepes, a throw power maxos. Én sem tudom. Én viszont lelécelek. Hát úgyis megteltem, tehát hogy... igazából annál többet úgyse tudsz lopni, hogyha inventory is full, az a gond. Ja, közben meg lefullad a kocsi. Úgyis nekem egy fény év, mire elindítom az autót. Ilyen 2 percnél már inkább érdemes kimenni a házba, mert 1 perc, mire beindítod a kocsit minimum. De hogy, miért, ez egy kőkorszaki autó? Nem indult-e. Itt indítózik már 1 perce. Hát nagyobb, hogy pont 1,5 perc kell ahhoz, hogy elindítsad. Opa, you escaped! $58 000 nekem. És akkor tudlak? Azt akarom nézni, hogy nem tudom, esetleg nem tudlak nézni. Wheel between items, nem? Ott van. 116 000 dollár. Azt a rohadt. De az a gond, hogy ezt nem számolja fel a végén. Tehát, hogy vissza kilépsz a menübe, akkor nem ennyid lesz. Pedig az mekkora lenne már? Na jól van akkor, szerintem akkor ennyi, nem? Jól. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. így üdvözöllek, szia! Szia! Hát ez nem igaz. Ez a legjobb az egészben. Az a vicces, hogy amúgy a menüzene az a protektorból szól. Tehát nem innen szól a zene, hanem a protektorból. Tehát innen szól. És még erre is figyeltek, érted? Hogy ne innen szóljon, hanem onnan fentről. Hát ez hihetetlen. Szerintem amúgy egy nagyon jó volt ez. Ja. You can also use middle mouse button to place and throw items. Hát jó, hát ezt most nem tudjuk kipróbálni. Na mindegy. Az már mondjuk már mindegy. Szóval köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk egy következő videóba, egy következő napon. Na szevasztok!